Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Pócs Petriben is megemlékeztek a kommunista diktatúra áldozatairól. A témával bővebben is foglalkozunk később, íme a teljes kínálat. Civil hétvége. Közéleti témákról, aktuális feladatokról tanácskoztak. Elismerés. Online szavazáson választották az év emberének Kis Csabát. Főhajtás. A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek. Pócs Petriben szervezett civil hétvégét az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A kétnapos eseményen aktuális közéleti témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. A rendezvényen átadták a Hieroteos Egyesület által 2020-ban alapított Vármegyei Civil Díjat is. Idén Jackovicsné Csoma Enikő, Annyiregyházi Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója és Rózsa Zoltán népzenetanár vettek át elismerést. Nekünk ez büszkeség, hogy itt lehetünk ebbe a büszkeségpontba. Mindenki tudja a 48-as eseményeknek a végkimenetelét és a megbélyegzését Pócs Petriben. Közel másfél évtizede szervezi meg az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület közösségépítő téli hétvégéjét. A rendezvénynek minden évben más helyszín ad otthont. Idén Pócs Petriben várták a határon innen és túlról érkezőket. A Lélekben rendben a Hármas határ mentén című eseményen, a kötetlen programok mellett aktuál politikai témákban is hallhattak előadásokat a meghívottak. Megéljük kultúránkat, ez az egyik része, és fölkészülünk mindarra, ami Európában és az önkormányzati világban, pont emiatt az életmódunk, a kultúránk megvédése miatt ránk vár. Nekünk nagyon egyszerű az üzenetünk, nekünk fiataloknak, no war, no gender, no migration. Nemet mondunk mindarra, ami egyfajta érzékenyítés, és mindent igenlünk, ami keresztény kultúránkból és a magyar életmódból kisugárzik, és ilyen a disznóölés hagyománya, és ilyen az is, hogy mi fiatalok a szülőföldünkön szeretnénk megmaradni és gyarapodni. A kétnapos rendezvény szervezésében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség vármegyei szervezete is részt vett. A szövetség országos alelnöke Benk Község polgármestere lett a közelmúltban. Fiatal polgármesterként őszintén az a célom, hogy bevonjam a hozzám hasonló értékrenddel rendelkező szemléletmódú fiatalokat a közéletbe, akár már az idei választásra is. Már mondjuk tegyük fel, itt volt az unokatestvérem, nagyon érdekli, látja, hogy fiatalként is el lehet indulni a közéletben. Én is félve indultam el polgármesternek 28 évesen, de nem bántam meg. Úgy gondolom, hogy egy ilyen X-es esemény, egy ilyen X-es rendezvény tényleg nagyszerű helyszíne lehet annak, hogy találkozzunk a barátokkal, a fiatalokkal. A kétnapos civil rendezvény vendégei között köszöntötték Cseke Attilát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát, Románia volt fejlesztési miniszterét is. Előbb vagy utóbb a közéletben is van nemzedékváltás, és hát a mai vezetőknek a feladata az, hogy a következő generációt és a következő nemzedéket hogyan készíti fel, illetve milyen helyzetben, állapotban adja át. És akkor, ha mi kaptunk az elődeinktől valamit, itt most az előző közéleti szereplőkről vagy generációról beszélünk, akkor kutya kötelességünk nekünk is továbbadni minél többet abból, amit ma tudunk, illetve amit ma átadhatunk. Ilyen szempontból fontosak ezek a találkozók, hiszen mondottam a fiataloknak, mi is, én magam is 20-25 évvel ezelőtt, hogy így mondjam, az asztal másik oldalán ültem, és ilyen rendezvényekre, közösségépítő rendezvényekre jártunk. Fontos, hogy a fiatalok bejöjjenek a közéletbe, hiszen szokták azt mondani, hogy ha te nem akarsz a politikával foglalkozni, az rendben van, de a politika fog veled foglalkozni, mert a közéletbe a társadalom egészével kell foglalkozzá, tehát azzal, hogy közönösek vagyunk netalán, vagy nem érdekel bennünket, azzal nem biztos, hogy előbbre haladunk majd, ha van valamiféle igényünk, ha akarunk dolgozni, akarunk valamit tenni a közösségekért, akkor be kell jönni a közéletbe, és az érveinket, a munkánkat oda tenni, azzal segíteni a közösségnek. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezek a típusú rendezvények nagyon-nagyon fontosak. Ami a
a magyar közösségünket, Kárpát-medencei magyar közösséget illeti. Ugye itt 2024-ben jelentős kihívások elé nézünk, hogy anyaországi magyarokról beszélünk, vagy Kárpát-medencében a más országokban élő magyar közösségről beszélünk. Elsősorban ugye Európa parlamenti választások lesznek. Romániában emellett még három más választás is lesz, nálunk egy szuper választási év lesz ilyen szempontból, de ami a június 9-ét illeti, az nagyon fontos, hogy a kárpát-medencei magyaroknak a jelenléte megmaradjon és erősödjön az Európai Parlamentben, hiszen ezzel kapcsolatosan is ugyanazt tudom mondani, mint a helyi közösségekben. Ha netalán igényünk van valami jobbra, ha valamivel nem vagyunk megelégedve, akkor a megoldás nem az, hogy közönösek leszünk, nem az, hogy nem érdekel bennünket majd csak megoldódni, nem fog megoldódni. Ott kell lenni minél többen, minél erősebb, hogy tudjunk ezeken a dolgokon változtatni, ahol úgy gondoljuk, hogy változtatni kell. Az EP választásnak a kihívása pedig pontosan szerintünk is Erdélyben ez, hogy az erdélyi magyar közösség továbbra is bejutasson két magyar képviselőt, aki igen, Kárpát-medencei magyar ügyekben, Kárpát-medencei magyar összefogás ügyekben tudja képviselni a magyarok érdekeit. Az EP választáson kívül ugye Romániában másik három választás lesz, ez 34 évvel soha nem történt meg, 6 hónap leforgás alatt 4 különböző választást ejtenek meg, és hát a mi érdekünk az az, hogy az RMDS ezen a 4 választáson is, mint eddig 34 év alatt mindig, a magyar közösség bizalmát élvezve a megfelelő helyekre, pozíciókba embereket, képviselőket tudjon küldeni. A rendezvényen elismeréseket is átadtak. A Hieroteos Egyesület által működtetett civil közösségi szolgáltató központ 2020-ban hívta életre a Vármegyei civil díjat. A három díjazott közül Jackovicsné Csoma Enikő, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója, valamint Rózsa Zoltán népzenetanár a helyszínen vették át az elismerést. 18 éve tanítok citarát, tehát már egy több generációja is felnőtt a kezem alatt, sőt már lassan azoknak a gyerekei is jönnek hozzám, akiket legelőször tanítottam, már olyan korban vagyunk. És tehát ez is egy ilyen küldetés, egy misszió, hogy ezt a kincset, amit itt ránk hagytok, ez a világon egyedülálló több mint 400 000 dallamotból bizonyos dallamokat megőrizzünk, továbbadjuk, ez egy nagyon fontos feladat, én úgy gondolom, és a mostani világban pedig nem azt mondom, hogy nehéz, de hogy egyre nehezebb, mert ugye a fiatalok már teljesen más orientáltságúak, de valahogy mindig szerencsém van, velem van a Jóisten, és megtalálom azokat a tehetséges és ügyes gyerekeket, akik ezeket méltóan ápolni, és tovább tudják majd adni tovább, mert végül is ez lenne a célunk. Tehát egy ilyen nagy közösséget létrehozni. Éppen ezért különböző versenyekre járunk, országos versenyekre, ahol nagyon szép díjakat értünk el idáig. Rendszeresen fellépünk itt a megyébe is, sőt Erdélybe is voltunk, Szlovákiába is, ahol nagyon nagy szeretettel mindig visszavárnak minket. Egy nagyon nagy eseményt csináltunk 2018-ban. Magyarországon a legtöbben együtt citerázók rekordját sikerült megdöntenünk. 161-en citeráztunk Nagykállóban a Harangodon, és így a rekordját diplomát is megkaptam. És ez is egy olyan nagyon fontos esemény, hogy felhívja a figyelmet mindenkinek, hogy van ez a hangszer, élünk, és tovább kell csinálni. Az egyik vármegyei napilap minden évben olvasóit kéri meg arra, válasszák meg az év emberét. Így volt ez néhány héttel ezelőtt is, amelynek eredményeképp ezúttal dr. Kis Csabára esett a lakosság jelentős részének választása. A győztes itt is van velünk a stúdióban, jó estét kívánok, és tegeződni fogunk, hiszen elég jól ismerjük egymást. Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Mindenek előtt szívből gratulálok a díjhoz. Egyáltalán milyen csapat, milyen jelölt csapat közül lettél te a befutó, mert hogy elég illusztris nevek szerepelnek ebben a csoportban. Igen, hát az élet különböző, nagyon különböző területeiről 10 kaptunk jelölést, ha jól tudom, ez minden évben így van, hogy 10 embert szoktak jelölni, és akkor a közönség választ online szavazás
keretében ebből a 10 jelöltből. Egyébként én magam is szavaztam, én például Dicső főorvos kollégámra, akivel nagyon régóta nagyon jó kapcsolatom van, és nagyon-nagyon tisztelem a munkásságát, de az élet nagyon sok területéről, tehát voltak rendőrök, újságírók, tehát több vagy mindenki volt. Vagy az Ényi Gimnázium volt igazgatója például. Így van, igen. Nagyon sok esélyes közül mégiscsak. Hát én úgy gondolom, hogy igazából én mikor megtudtam, hogy jelölnek, megnéztem a neveket, tehát én már ott azt mondtam, hogy már ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy ez már egy hatalmas megtiszteltetés, hogy egyáltalán a nevem felmerülhetett egy ilyen társaságban, és úgy gondolom, hogy itt már ugye gyakorlatilag az almát a körtével hasonlítjuk össze, tehát objektív szempontok alapján nem lehetne szerintem eldönteni, hogy ki az, aki jobban megérdemli, mert ilyen nincs, hanem szerintem mind a 10 ember ugyanúgy megérdemli ezt a díjat. Én azt gondolom, ez egy fantasztikus visszaigazolása annak, amit egy ember csinál, és ami egyforma viszont ebben a 10 emberben, az a lelkesedés, az a hozzáállás, az a hivatástudat, vagy hivatásszeretet, amihez, ahogyan viszonyultok a munkához, az élethez. Hogyan lettél egyáltalán orvos, mert amennyire én tudom, nem igazán erre készültél? Igen, alapvetően engem gyermekkorom óta így a természetvédelem érdekelt, különösen így a madarászat, a madárvédelem. Emiatt Tokajba jártam gimnáziumba, környezetvédelem szakra, és úgy elkezdtek érdekelni az ilyen molekuláris biológiai, meg sejtbiológiai kutatások, és igazából a kutatások miatt mentem az orvosi egyetemre elsősorban, de a madarászatot, meg a madármentést, azt, mint hobbit, azt sosem adtam fel. Jelenleg is egyébként az orvosi munkám mellett a Hortobágyi Madárkórház Alapítványnak kuratóriumi tagja vagyok, és itt Nyíregyházán egy madármentő állomást üzemeltetek, úgyhogy azért évente néhány száz sérült állat, nagyrészt vadmadár fordul meg a kezeim között. Most például két nappal ezelőtt a Nemzeti Parknak a tájegységvezetőjétől, Habarics Bélától kaptam egy törött szárnyú uráli baglyot, és akkor az őt próbálom újra röpképessé tenni, úgyhogy ez így hobbiként megmaradt, és nagyon-nagyon szeretem, mindig izgalmas feladat egy ilyen állatnak az ellátása. Van, aki nálatok is ragad? Szokott ilyen lenni, igen. Volt például egy olyan erdei füles baglyom, amit picikora óta neveltem, és a visszavadítás minden ellenére majdnem egy évig visszajárt még hozzám, minden, tehát teljesen szabadon élt, azt se tudtam, hogy hol van egész nap, minden alkonyatkor megjelent, valamelyik közeli fa tetején, és akkor amikor szóltam neki, csak így kitartottam a karomat, rárepült, kapott egy kis kaját, egy kicsit ott beszélgetett nekem, és utána elment, és ez egészen addig tartotta, még párban nem állt, úgyhogy az utolsó este így, ahogy ült a karomon, megjelent egy másik bagó, egy kicsit beszélgette, bemutatta úgymond az udvarlót, és így együtt szépen elszálltak, és azóta egyébként minden évben a környező fenyőfákon nevelgetik a fiókákat, és ott a kertünkben gyakorolnak röpködni a kis fiatal baglyok. Na most például őzeink vannak, akik így ott ragadtak, volt egy, amelyiknek nagyon súlyos sérülése volt, gyakorlatilag mind a 4 lábát megsértette egy traktoros fűkasza, az egyiket amputálta is, úgyhogy őt már nem lehet elengedni, mert annyira súlyosan megsértődik a lábai, de csodával határos módon életben maradt, úgyhogy ő például nálunk van. Nem csak az állatokat szereted menteni, hanem akkor is az emberek segítségére sietsz, hogyha valamilyen katasztrófa történik. Igen, ez egy másik ilyen, úgymond, hobbi, vagy hát attól nyilván kicsit több is. Sok éven keresztül a Debrecen Egyetem különleges orvosi és mentőcsoportjával végeztünk itthon is karitatív munkákat, meg voltunk külföldi katasztrófa helyzetben menteni. Nepálban, Haitin a földrengés után, Myanmarban, Nargis ciklon után voltunk menteni a csapattal. Most pedig a Magyarország huszármentőcsapatának az orvosi részében igyekszem a lehető legtöbbet segíteni. Tavaly októberben Bulgáriában megkaptuk az ENSZ minősítést, úgyhogy most ez a mentőcsapat is nemzetközi szinten bárhol bevethető katasztrófa helyzetben. Minden mellett házi orvos vagy, körzetben és idős otthonban is. Igen, hát ez a fő állásom, úgymond, én Kótaiban van egy elég nagy vegyes praxisom, illetve a Szivárványi Idősek Otthonának vagyok a házi orvosa már most több mint 10 éve.
mellette a kórháznak a foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatásában is részt veszek. A vegyes praxis ugye azt jelenti, hogy gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt. Igen, hát 0-tól 100 pluszig gyakorlatilag mindenkivel foglalkozni kell, ami nagyon szép is, csak nagyon nagy kihívás is persze, mert tényleg nagyon sok mindenbe kell képben lenni. Azért teljesen más egy néhány hónapos csecsemőnek az ellátása, mint egy 90 éves idős emberi, úgyhogy azért itt... Teljes spektrum. Igen, itt mindenben felkészültnek kell lenni. Ahogy így hallgatlak, hát sok mindennel foglalkozol, de a kutatással nem tudom, hogy mennyi idő maradt, hiszen az volt a fő cél. Az volt a fő cél, igen, de menet közben rájöttem, hogy én sokkal gyakorlatilasabb ember vagyok, és ez a hosszas papírmunka, meg ez a pepecselős rész, ez annyira mégsem az én világom, úgyhogy szép volt, érdekes volt, egyetemen csináltam egy-két ilyen projektet, de őszintén szólva az a rész elég volt. Menet közben nagyon megszerettem a gyógyítást, az emberekkel való foglalkozást, és azért is választottam igazából a házi orvoslást, mert egyrészt itt sokkal közvetlenebb kapcsolatot lehet kiépíteni a betegekkel, másrészt pedig gyakorlatilag mindenféle betegséggel lehet találkozni, tehát nyilván a nap nagy részét a rutin feladatok teszik ki, mint az ilyen egyszerű mozgásszervi problémák, magas vérnyomás beállítás, különféle egyszerű fertőző betegségeknek az ellátása, de azért mindig lehet nagyon, nagyon érdekes dolgokat találni. Úgyhogy azért pont a mi körzetünkben volt ugye annó az első covidos beteg itt vidéken, de diagnosztizáltunk már nyugatnérusi vírusfertőzéstől kezdve olyan ritka betegségeket is, ami 10-ből egy van mondjuk Magyarországon. Úgyhogy ezt a fajta szakmai kihívást is megtalálod. Abszolút. Vagy megtalált téged leginkább. Igen. De ez jó, mert kicsit megtöri a rutint, amikor tényleg egy kicsit ilyen nehezebb esetek vannak, azért ezek izgalmas dolgok. Ezzel együtt három gyerekes édesapa vagy, férj és családapa. Hogy fér bele minden az idődbe? Hát nehéz sokszor a család részéről is azért türelmet igényel, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik. Szeretik az állatokat? A kisebbik fiam ő nagyon, a kicsi lányom is. A nagyobbik fiam ő inkább ilyen műszaki beállítottságú, ő sokkal inkább ilyen műszaki dolgok feltalálás érdekli, illetve még azon gondolkodik, hogy majd pilóta lesz, de a kisebbik fiam ő valószínűleg állatorvos lesz, ő 3 éves kora óta azt mondja, úgyhogy ő mindig megjelenik, amikor valami állatmentésről van szó, meg a kisebb dolgokban már próbálgat asszisztálni, úgyhogy hát reméljük, hogy tényleg megmarad neki is ez a szenvedély. Egy kicsit most orvosként kérdezlek, mi a titok? Nagyon sokan panaszkodnak a leterheltségre, nem bírják ezt a túl sok tennivalót, a stresszt. Neked meg ennyi minden belefér az életedbe? Hát egyrészt a jó időmenedzselés, az nyilván nagyon-nagyon fontos, meg valamilyen szinten meg kell találni az egyensúlyt. Tehát a szélsőségek, én azt hallom, hogy sosem jók, hanem valahogy mindig egyensúlyra kell törekedni. Tehát, hogy ne csak szellemileg, hanem fizikailag is terhelje le magát az ember. A fizikai állóképesség javításával ugye a szellemi dolgokat is hosszabb távon is sokkal jobban bírja az ember, meg sokkal jobban tudja kezelni a stresszt. Tehát valahogy az egyensúlyra törekedésre kell egyrészt odafigyelni, meg minél jobban kapcsolódni a természethez. Azért mi is amennyire lehet igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni, akár csak azt, hogy otthon egy kis kertészkedés, vagy tényleg ilyen szabadtéri dolgok, vagy elmenni kirándulni, túrázni. Tehát akár az extrém sportok sem állnak távol. Hát igen. Amerikai fociztam is egy darabig a Nyíregyháza Tigersben, bár azért azt nem mondanám, hogy túl maradandót alkottam, de én nagyon-nagyon élveztem a játékot. Most inkább ezek a terepakadályfutó versenyek, amik jobban mennek, úgyhogy most éppen Andorrába készülök majd a Spartan Ultra versenyre. Hát az egy kemény kihívás lesz, az 55 km magashegyi terepen, 60 sok akadálya, úgyhogy tehát az egy nagyon kemény dolog lesz. Abból, amiket mondasz, én azt gondolom, hogy talán mindenkinek azt kellene megtalálni, hogy a saját habitusának megfelelő tempóban élje az életét, abban a ritmusban. Igen, nyilván, tehát itt mindenkinek más
a ritmusa más, más az, amire igénye van, más az, ami felpörgeti, más az, amitől jól érzi magát, más az, amitől relaxálni tud. Nyilván mindenkinek önazonosnak kell lenni, és figyelni kell arra, hogy mire van éppen a szervezetének szüksége. Megmondom, tehát, hogy ne vigyünk semmit túlzásba. És talán ezzel tudjuk a saját immunrendszerünket is éppen tartani, ami most az influenza járvány idején különösen fontos lenne. Igen, hát meg nem csak influenza, hanem van azon kívül más ezerféle vírus is, úgyhogy most igen, azért mi is a rendelőbe rettentően le vagyunk terhelve, azért jelentős túlúrázás van nap, mint nap, és hát a betegek részéről is ez nagyon nagy türelmet igényel, mert tényleg, tehát nem tudom, mikor volt utoljára olyan napunk, hogy 100-tól kevesebb beteget kellett megvizsgálni, de nyilván az immunerősítés az nagyon-nagyon fontos, és ez kell persze a stressz, a megfelelő stresszkezelés, kell a rendszeres testmozgás, meg az egészséges táplálkozás, és hát nyilván itt a káros szenvedélyeket meg minél inkább visszaszorítani. Szóval azért ez egy sok pilléren álló dolog. Hogy látod, mennyi a fölösleges terhelés a rendelőben, és most arra gondolok, hogy egyáltalán tisztában vannak-e az emberek azzal, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, és mikor nem szükséges? Hát a saját példámból kiindulva szerintem nálunk rengeteget javult a helyzet ahhoz képest, ami korábban volt, mondjuk én 9,5 évvel ezelőtt vettem át ezt a körzetet, mert nagyon sokat foglalkozunk a betegedukációval, a betegeknek a tanításával, hogy tényleg mi az, amit egyrészt nekik is meg kell tenni a saját egészségük érdekében, meg hogy mi az, amivel tényleg orvoshoz kell fordulni. Nyilván vannak felesleges dolgok, de ez valamilyen szinten a rendszerből is adódik, mert ugye akkor is el kell hozni a gyereket az igazolás miatt, hogyha most éppen csak egy kis enyhe náthás megbetegedése van, amit egyébként otthon lehetne kezelni, de az igazolás miatt így is úgy is kell egy megjelenés. De amennyire lehet, próbáljuk ezeket megfelelően rugalmasan kezelni. Kis Csaba, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a fantasztikus elismeréshez. Én köszönöm a lehetőséget. Visszatérünk Pulcs Petribe. A településen, ahogy minden évben, úgy most szombaton is szentmisét tartottak a kommunista áldozatok emléke előtt tisztelegve. A községet az 1948-as eseményeket követő koncepciós per miatt évtizedeken keresztül megbélyegzett rendőrgyilkos településként tartották számon. A megemlékezésen elhangzott, soha nem térhet vissza az akkorihoz hasonló elnyomó rendszer, amely összesen több mint 100 millió ember életét követelte Európában. Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyés püspök celebrált szentmisét szombat délután Pócs Petri római katolikus templomában. Ez már a 10. alkalom volt, hogy a településen ebben a formában emlékeztek meg a kommunista diktatúra áldozatairól. 1948. június 3-án Pócs Petri a kommunista koncepciós perek áldozata lett. A templomból kijövő hívek aznap a katolikus iskola államosítása ellen tiltakoztak, amikor az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, kioltva ezzel életét. A korabeli hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát akart statuálni. Kivégezték Királyfalvi Miklós jegyzőt, Asztalos János plébánost pedig szintén halálra ítélték, de másodfokon ezt életfogytiglani börtönre enyhítették. Sokan további súlyos büntetéseket kaptak, a községet pedig a kommunista vezetés évtizedekre megbélyegezte. Tagja voltam annak az országgyűlésnek, amely emlékeim szerint 2000 júniusában megszavazta a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját. Tettük ezt azért, hogy felkiáltó jel legyen ez a megemlékezés mindannyiunk számára, akik a szocializmust csak hála Istennek a végét messziről ismertük, de az apáink, nagyszüleink közelről megtapasztalhatták a kommunista időszak szörnyűségeit, különösképpen gondolok itt az 50-es, 60-as évekre, és Pócs Petri egy olyan település, amelyet korábban megbélyegeztek a szocializmusban. Az volt a bélyegük, hogy rendőrgyilkos falu emlékeim szerint,
nem is értettük, hogy mit jelent ez, mi gyerekek, de a tanulmányaink során világossá vált ez. Ez egy megbélyegzés volt a kommunisták részéről. Azért, mert kiálltak a település egyházi iskolája mellett. Mi a mai napon emlékeztünk Asztalos János plébános atyára és 18 társára, akit a Rákosi diktatúra elítélt. Nemes cselekedetökért, mert próbáltak védekezni, és próbálták megvédeni az iskolájukat. És egy emlékparkot avattunk, amelyet Magyarország kormánya segítségével állítottunk, önkéntes munka segítségével is. Ez egy szép emlék, az emlékezésnek egy szép módja, és ilyen formán próbáltunk emléket állítani itt Pócs Petriben a megkurcoltakért. Ugyan időben egyre távolibbnak érződik a kommunizmus, sosem szabad elfeledni, hogy a Szovjetunió és csatlós államainak rendszerei több mint 100 millió ember életét követelték. Erről már Sesztákos Káravár megyei közgyűlés elnöke beszélt. Hangsúlyozta, napjainkban is léteznek olyan új erőszakos ideológiák, amelyek nagy veszélyeket rejtenek. A kommunista ideológia gátlástalan körmönfont terjesztése, ez volt a több mint 40 éven át tartó, társadalmunk legmélyebb szövetéig hatoló, azt leromboló, legalábbis erre igyekvő, az élet minden területén uralkodó kommunista uralom mérlege. A Pócs Petriben történtekkel vált teljessé a kommunista diktatúra Magyarországon. Pócs Petriben a vallásszabadság elleni nyílt támadással, amikor egy mélyen vallásos falu közösségén keresztül az egész magyar társadalmat igyekeztek megfélemlíteni. Maga Kádár János az 1956 utáni megtorlás és a későbbi a kommunista propagandában újás kommunizmusnak, a legvidámabb baraknak maszkírozott, generációk jövőjét, szabadságát elvevő megtorlás vezetője szállt ki ide Pócs Petribe, és a megtorlás egész eszköztárát használva verte és alázta meg a falu népét. A közösség minden tagja viselte a katonaság alatt és más helyzetekben az egész Kádár korszak alatt, az egész kommunista időszak alatt az úgynevezett rendőrgyilkos falu megbélyegzését, és szenvedte el a mindennapos hátrányokat, a diktatúra elnyomó gépezetét. De ez a falu is, és magyar népünk is legyőzve is győzött. Ezért mi sokkal pontosabban érezzük az Európa nyugati felén egyre súlyosabb méreteket öltő vallásellenesség, keresztényellenesség, alapvető gazdasági, kulturális, sőt biológiai tényeket megtagadó izmusok, ideológiák előretörése, az úgynevezett gender és woke ideológiákról talán már hallottak, és hát a liberalizmus is teljesen kifordították, és kizárólagosságra törekvő ideológiává tették. Ezek az ideológiák nem mások, mint a kommunista kísérlet visszatérésére tett újabb és újabb erőfeszítések. Ma már tudjuk, és mindig emlékeztetnünk is kell rá, nemzedékről nemzedékre, a Szovjetunió és csatlós állami által képviselt politikai ideológia emberiség elleni büntettek tömkeregét foglalta magába, több mint 100 millió áldozattal, gulágot, kitelepítést, üldözést. Legyen megáldva és megszentelve ez a keresztút, és mindazok, akik itt hívő lélekkel imádkoznak az Atyának. A szentmisét követően megáldották a templom szomszédságában lévő Golgota emlékparkot, és átadták az odavezető keresztutat, amelynek stációin Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotásai láthatóak.
Minden évben megemlékezünk az 1948-as eseményekről február 25-én és június 3-án a évfordulón. Ugyanis 1948. június 3-án történt ezen a helyen a sajnálatos esemény, ahol saját fegyvere által baleset következtében meghalt egy rendőr. Az iskola államosítás ellen tiltakozó Pózs Petri lakossága ellen. Ilyenkor februárban hanyadik alkalommal emlékeznek, és mitől különleges ez az idei esemény? Most a 10. alkalommal emlékezünk a kommunizmus áldozataira február 25-én. Ez azért is különleges ez az alkalom, mert nagy összefogással a templomkertben meg tudtunk építeni egy keresztutat emlékparkkal együtt. A keresztutat az a Jézus kínszenvedését fejezi ki, mint mindenhol. Nem érhet fel a Pózs Petri nép szenvedése a Jézus szenvedésével, de úgy gondoljuk, hogy nekünk erről is meg kell emlékezni, és minden domborműben, aki azt le tudja olvasni, tud belőle olvasni, benne van a Pózs Petri nép szenvedése is. Az emlékpark egy golgotai keresztcsoporttal egy domptetőn, jellegzetesen a három keresztel, és 14 stáció veszi körbe. Ez egy különleges kialakítású művészi alkotás. A Jézus kínszenvedését jelképező domborművek egy sziklatömbbe vannak belevésve, amit művész ilyen Bíró Lajos szobrász művész készített el. Természetesen az alapanyagot azt mi szállítottuk hozzá, bányából a köveket, illetve a közlekedő utat és minden parkosítást azt a település maga végezte el. A szombati szentmisével egybekötött megemlékezésen megkoszorúzták Asztalos János plébános római katolikus templom falán lévő emléktábláját, majd a polgármesteri hivatal épületén lévő Királyfalvi Miklós emlékhelynél is fejet hajtottak a résztvevők. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk. Akkor a Csengerben épülő óriás börtönről is szótejtünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!